hogy most húzom az időt addig, amíg meg nem nyitom, mert csak akkor fogjátok látni. Tehát az oktató videó az olyan, hogy amikor te repülsz, akkor ugye bár forogsz és nem forog veled együtt a kamera. Tehát itt teljesen stabil marad a kamera, vízszintesen marad. Viszont hogyha te irányítod a repülőt, akkor össze-vissza forog mindenhol veled együtt a kamera, és baszhatod. Csalás. Ez csalás. Valamelyik esetben jó, tehát hogyha... hogy hívják azt, amikor hátra repülsz, tehát így átfordulsz. Tehát felhúzod a kart, és leírsz egy kört. Igen, azt nem tudom, mire gondolsz, de egy szóval nem tudnám jellemezni. Hát ilyen hátraszaltószerűség, nem mindegy, szóval, hogyha azt megcsinálod, akkor abban jó, mert nem zavarodsz össze a kamerától, hogy... Hurok! Hurok? Igen, lehet, hogy hurok. Tehát, hogy nem zavarodsz össze ugye a kamerától. De hogyha mondjuk valami más csinálsz, akkor legtöbbször elég zavarod tud lenni. Igen, most már ebben ilyen is van, hogy ilyen kés repülés, tehát, hogy oldalra döntve kell repülnöm. Ez is tök jól néz ki. Életünk, mint a valóság. Az. Életünk, mint az élethű. Olcsóbb, mint a drágám. Életünk, mint az élet. Élet. Jobb a fizikája, mint az életnek szerintem. Fizikája. Farkas fizika. Pillanatra azt mozotta a Skype, hogy kidobottam. Igen? Aha. Én ebből nem mérzékeltem semmit. Hát csak az piros helyettem szürke volt, és újra csatlakozás. Jó, nekem olyan elég sokszor van mostanában, amit lehet, hogy Google megvette a Skype-ot is. Microsoft. Elbat. Microsoft vette meg a Skype-ot, nem a Google. Igen, de a Google is meg fogja venni, és még jobban elbasszunk. Google is megveszi. Csika egyszerűen két tulajdonosa lesz mi? Egyszerűen ketten veszik, meg összevesznek, hogy melyik bosszál jobban, és akkor emiatt még jobban lesz. Jó. Jó. Hát, hogyha a régi Skype-ot használod, akkor az jó. A 4.2-es, az a jó verzió. Így van. De most a... De most a régi használod is, ugye? Aha. Csak összezavartál el ma, mert azt mondtad, hogy te azt a szart beszoktad zárni, ami ugye mutatja a beszélgetést. Tehát, hogyha asztalon vagy... Igen. De hát, csak az újban van benne. Igen, amíg az új van, addig beszoktam zárni, de most a régit használom. Szóval K akkora egy szardarab, hogy... Tehát K akkora szardarab, hogy ő az új Skype-ot használja. Vagy lusta, mint én. Ú, de rossz az új. Jó, de az is szar, aki Windows 8-at rakja. Így igaz. De neki 7 van, nem? Jó, neki az már mekkora előrépés a Vista-hoz képest. De nekem 8. Jó, de te hülye vagy meg. Tudom. Nem, neked 7 van, Ed. Nem. De. Már nem. Már megint 8 van. Igen. Hát de múltkor még 2 volt. Igen, de meglicsert, te cseréled az és nem találtam, mini telepítőt, csak egy 8-at. Az meg, de hetente... Hát de hetente cseréled az oprendszert. Kb. Havonta, ja. Viszont éjes vagy, és nem találsz a hűtőben valami finom kaját, ezért elmész szart enni. Igen. Nem, hogy keresnél valami kaját, nem. Nem, hogy nektek kurva mindegy lenne, mit használok. Nem, nekem nem mindegy, mert... Nem, de nektek be kell ugatni, így van, mert úgyis jobban tudod. Kuss, fogd be a pofád, meg ki tudlak dobni. Igen, és akkor... Jó. Ezt megbeszéljük. De ha kidobsz, akkor többet kell beszélned. Köszönöm. Touchdown. És itt OC dob ki. Saját videójába kibaszol a hívásba. Jó. Ökör a görénység. Hát, de amúgy rábasztok, mivel hogy akkor nem lesztek benne a felvételben. Tehát, mivel hogy én rögzítem. Ja. De eddig benne leszünk.
Hát így igen, de hogyha kibasztok, akkor csak én leszek benne, nem pedig ti. Érted? Hát, de nem, mert utána a végére lesz akkor egyből. Mi? Hát utána egyből vége lesz, hogyha téged kiteszünk, és utána abba adjuk a felvételt, és felrakod egyből. Vagy nem tudom. Feri, fogyatékos vagy. Itt ahol mindig visszakérdezel, amikor mondok valamit, mert másodjára már nem értem. Nem érted, hogy mit beszélsz te? Mit kell? Azt itt elkúrtam. Egy kicsit. Egy kicsit. De pöpp. Majd nem sikerült. No. Feri, megint le vagy maradva, mint a kurva élet. Nem, nem. Most robbant fel, és már eltűnt mindjárt. Feltűnt a fajda. Már réges-ég eltűnt. De rohadjál meg. Miért játszod le gyorsabban, mint én? Most van a group. Fogyaték. Jó, belemegyünk egy 56 másodperccel előre megint, és akkor jövő. Na így. Nem röhögsz. Annyira szar a gépet, hogy kurva YouTube videót nem tudsz de normálisan nézni, úgyhogy ne maradj le. De amúgy, hogyha nem szkált, nem lesz szkált közben, akkor ez működik? Tehát ez csak akkor tudom, hogy ha megy. Okay. Meg hogyha alapból is, hogyha így van, akkor is kiterek, hogy halassabban játszol, de tovább tudom élvezni a videót. Jó. Ez csak ilyenkor. De most már jó, most már jó. Most jó, egy 10 percig kb. Aztán meg itt lemaradsz 3 másodperccel. Go! Go! Ez még nem annyira nagy lemaradás. Nem örülök. És most derül ki, hogy Feri még csak egy óránál tart. Még teljesen más néz. Mindjárt teszek egy megjegyzést arról, hogy milyen ilyen biciklizel. Nem is ezt a videót nézi. Jaj, tök más videót elkezdett menni. Nézem az ötödik részt. Tessék, már 100-on van a flyingom, akkor most miért kell még egyetem fejleszteni tovább? Ez olyan szar. Ilyen hamar eléred a 100-ot. Hát most, na, mondd meg. Loop the loop, jaj, ne. Most fele hát van, de már elérted a maxot. Ez az, ami nem sikerült, azt hiszem elsőre. Ez az, amire gondoltál, ez a hurok izé? Egy hurkot kell, aztán... abból aztán megint hurok, vagy valami, és még minden külségeket kell ebbe csinálni. Egyébként van egy sejtésem arra vonatkozóan, hogy miért nem forog a kamera az oktató videókban. Ezt még lehet, hogy a GTA 5-nek a beta verziójából vették fel, ami még valószínűleg a GTA 4-es sémát használta, vagyis hát nem is a GTA 4, inkább mondjuk a San Andreas-os sémát használta. Ugye, hogy nem forog a kamera, amikor repülsz, és úgy gondolták, hogy ezt később változtatják meg, és ezeket a videókat már nem csinálták meg újra. Ez nem is hülyeség. Mert a kiadás előtt 25 perccel jutott eszükbe. Hogy változtassák meg. Azt rájöttek, hogy úgy sem vett észre senki, hagyjuk így. De vagy arra azt gondolod, hogy már nincs idő, akkor mindegy. Nem tudom, de igazából nem zavaró dolog egyáltalán. Jó, azért. Igen, hogy jobban látod, hogy tényleg semmit kell csinálni kívülről. Ja, azért ez így jobb az a kamerás, mint a nyilván. Igen, bonyolítsad még csak te mostat. Jó, és ez az, amit elbasztam, mivel... Igen? Hú, de jó, már várom. Mert nem mentem teljes félkört, mert csak utólag vettem észre, hogy azt mondom, ez a kurva mérő, és az alapján kell eldönteni, hogy te mit csinálsz, és nem pedig érzése, mert így lett volna egy normális félkörből átfordulás, de nem, a játék szerint nem, mert még többet kellett volna menni, hogy rohadjon szét. Tehát még teljesen be kell menni, amikor már nem is vagyok teljesen vízszintesen, és utána kell kiegyenlítsd, ez nem fasság. Úgyhogy nem miért újra kezdtem. Jó pedig. Fasság. Ja. Hát jó, de csak ezüstöt kaptam, úgyhogy még egyszer megpróbáltam.
Itt nagyon könnyű megszerezni az aranyat, úgy látom. Nem, helikoptereknek kurvára nehéz, azok nem is lettek meg. De majd megcsinálod később. Igen, mindenképp. Go! Tudira rögsz most, hogy már milyen messze vagyok. Lehet, hogy már annyira messze vagy, hogy te még az előző menetet látod, és arra mondod, hogy go. Én meg az előző góra reagálom. Ja. Nálad most indul a videó. Nem, még nem jutottam, mert még minőséget állítok rajta. Ja, jó, oké. Okay. Csinálunk itt. Na, nézhetjük. Mi ez? Hurok? Csinálok egy hurok. Egyet kell. Hallod egyébként az előző körben, nézd az időt, a legjobb időmet? Kereken 1 perc 40-et mentem. Igen? És az miért jó neked? Az hogy? Pont kereken 1 perc 40-et. Hát mert ez egy ilyen mák volt. De nem vagyok benne biztos, lehet, hogy ez egy gép által felállított idő, de na mindegy. Majd visszanézem a videót, és nem figyeltem, hogy hogy volt. Fasság. Aztán, hát, jaj ne. Helikopter kursz, jaj. Jaj, jaj. Több rejtőjel nézők is van. Ed nagyon csendben van. Go! Ezt most Ed mondta? Nem, ezt én mondtam. Ja, jó. Azt hittem már, hogy ő is le van maradva. Mert én le vagyok, mert én le vagyok, rohadjám. Csak egy pici. Ja, de Ed még itt. Majd megnéztem, hogy Ed itt van-e hívásban, de elfelejtettem, hogy ő tartja. Ez ott elég rossz lent nekem ennek. Unter der Brücke. Unter der Brücke. Hogy örülnek az oktatók? Ja. Mint egy gyereke lennél, és így büszkén nézni, hogy tudod csinálni. Ez alig ismer, az egyik egy faszlan. Itt majdnem elbasztom. Emiatt azt hiszettem, hogy egy kis időt. Olyan szar helikoptereket irányítani, és hihetetlen billegnek balra-jobbra állandóan. Szerintem tök jól néz ki, meg jól. Nem tudom. Hát jónak lehet, hogy jól néz ki, de az irányítás az förtelmes. Kurvára le vagy maradva. Nem vagyok. Maximum 3 másodperc. Most tettem fel a checkpointot a magas épület tetején. Most tettem fel. Nem röhög. Hát úgy kezd van nézni, hogy nem nyúlok be egyszerűen, nem csak az égét is kíváncsiak, hogy mikor ti végeztek, akkor én hol leszek, mint benne. Még itt vagyunk téged beszélni magadban, mi már rég kész vagyunk. Úgy elkommentetni egy 20 percet, mert addig még itt tart. Elmegyünk kajálni, visszajövünk, te még mindig nézed. Ez annyira jó. Igazából nem annyira jó. Csak így nem értem, hogy történik, mert mi ahogy nézek, ezt mindig rendesen számolja akkor a másodperceket. Szóval nem tudom, hogy mikor van az, amikor veszített. Hát lehet, hogy nem az, hogy mikor van, hanem hogy
Nem azt, amikor van, szerintem folyamatosan, tehát lehet, hogy mondjuk minden másodperced rövidebb, vagy hosszabb mondjuk, mit tudom én, egy század másodperc, vagy egy tized másodperc, nem tudom, és így összeadódik, és így lemaradsz. Tehát, hogy... Bukom a tizedeket. Igen. Nem jók az időid. Most szálltam a helikopterpadra. Nem, mert most. Most szálltam. Kösolyan. Jó, beletekerünk egy kicsit megint. 80-as. Feri, ez azért van, mert az értelmi fogyatékod meggörbíti az időt. Nem, ez azért van, mert a kupja. A melegséged megolvasztja az idő. Télidő kontinuumot. Na, most már jó lesz, mert fiad a gót. Oké. Okay. Hol akad a stélidő? 3, 2, 1, go! Go! Előtted vagyok egy másodperc, ez jó, mert az azt mondja, hogy később is még... De nálam előtted mondtam. De nem nálam meg pont egyszerre. Akkor a társam. Csodálatos. Azért, mert elbasztam az elsőt, nem értem el rendesen. Nem mentem túl alacsonyra, vagy elég alacsonyra. Ők a százásban az a ninger kiugrott a kocsimba. Akkor úgy jövök, hogy kecinek ugrották. Nem tudom, hogy akár nem vissza újra, annyira. Abba volt az, amikor K is régyelt, nem? És abba volt ez a kockát rész, és utána a tier. Három különböző pont. És annyira jó az az egész rész, ugye. De írja! Mi tök jó az a dalba. Írja! Da, egyszer írja! Annyira jó, hogy te vagy baszva. Feri, rajtad mindenki felbaszódik, és nem is kell akarnod, csak önmagadat kell adnod. De te nem szoktál. A geci, nem csak én nem mutatom ki. Nem szép dolog. Legyél őszinte Feri veled, mondd ki, hogyha felbasz téged. Azon csak rájövünk legalább. Igen, ez nekem ez a célom. Ez az élet célod. És kudarc két élen megmentél. Mit tett meg? Aha, jó. De írja! De egyszer írja! De jó. Szígy baszom a nagymamára! Ennyire jó, amikor rage-el. Mondtam már, hogy szar a helikopter irányítás? Nem. Faszom fog átrepülni. Biztos azért megtanulom ezt a szart, hogy majd utána használjam azt, hogy én a híd pillérei között átrepülni. Nagyon jó. Látod, ezért kellett volna megtanulni, mert akkor most Kusolj, Feri, és pofára. Látod, hogy mindenkit felbaszolt a szar. Nem is tudom. Inkább öld meg magad. Go! Ez az mindig előtt adjuk egymást. Álmaidban. Go! Ugye ezt nem komolyan mondtad. De hogy? Inkább mi egy másodperc nem vagyok mögöttetek. Go! What? Okay, what? Fassed, ja, az mi? No, fuck off. Oh, leestél a tetőről, de vicces. Oci, ne ugrálj már a biciklivel. Na ez az, elütöttem azt a csajt, aki elvitt a biciklivel. Szeva volt. Mi? Szeva volt. Én még egy másik játékban vagyok annál ja. Te még a San Andreas végigjátszásnál tartasz. Sietzed, hogy a felénél vált és... A gépek kurva lassan dolgozza fel a jeleket. Te még a Vice City... Feri, te még a Vice City végigjátszásnál tartasz. Annyira lassú a géped. Feri, de még csak most jött ki a Vice City. Nekem én csak most jött ki az internet. Nem tudom, tudjátok, amíg 1997-ben vettük fel a Vice City végigjátszást. Ez jobb, ha mindenki tudja. Így van. A San Andreas-t azt hiszem 99 tavaszán kezdtük el.
és 99 igen, nyár... Igen, emlékszem, nagyon esett az eső, és fáradtak is voltunk. Igen, 99 nyár vége fele végeztünk vele. Most pedig ugye 2003. szeptember 14-e van. Remélem, ezt nem fog tartani 10 évig kirakni. Ja, nem rég volt ugye a 911 két éve. És nekem még mindig fáj a lelkecském. Kecském? Az... Nem az meg. Lel, kecském. Lel. Nekem még mindig fáj a kecském. Fáj a kecském. Oh. Ez milyen szar lehet, amikor olyan rossz napod van, hogy már a kecském? Nagyon fáj a kecském. Ma reggel idejött hozzám a kecském, és azt mondta, hogy nagyon fáj. Azt mondta, hogy fájok. Egy. Igen. Azt mondta, hogy meh. Ah, ez az skydiving. Skydiving. Sküldőiben. Sküldőiben áll benne vágni. Miért kell ilyen meleg ejtőernyővel menni? Na. Hát ez ugye egyrészt a buzik zászlaja. Másrészt pedig az Apple-nek a színei. Go! Nem tudom, mi az ez az összefüggés a kettő között. Egyrészt a buzik zászlaja, másrészt a melegeké is. Így van. Most pedig egy mozgókamionon kell landolnom, azt hiszem, vagy ez még nem az? Ja, mert olyan is lesz. Kösz, hogy lelőtt. Nem, ez még nem az. De? Ja, ez még a... Aha, ez az, amivel kurvasokat fogok bénezni. Miért pont ez állt? Ez egyszerű. Itt jövök rá, hogy hát valószínűleg nem fogok oda eljutni, ahova kell. Jövök, próbálom terébe kapni azt a kocsit. Ah, még az sem megy, hát ez szégyen van. Jaj. Go! Go! Már kezdek lemarad kicsit, már a tiédhez képest hamarabb mondtam, mint előtt. És még picit később is mondtam, mint ahogy kiírta. Ajjaj. Nem lesznek jók így a szektor, de én megint. Gyorsabb vagyok a hármas szektorban. Vagyjál meg. És de mindig nem tudom, jobb a géped. Jobb a géped, ezért vagy gyorsabb, ez igaz. Talán most. Go! Go! Hogyha már levők maradó hozzád képest. Go! Go! Dolan! Go! Go Dolan! No! Fuck! Dr. Dolan! Nice ejtőernyő szűkle! Nice buzi zászló mintás színes ejtőernyő szűkle! Hát hogyha buzi zászló mintás, akkor már egyértelmű színes, nem? Hoppa! Ez du hätte zu early gedichtet haben. Go! Go! Majd egyre hamarabb mondom. Még egyre később mondom. Feri, something's wrong with your agyam. És végre rájöttem, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Tehát nem kell sem elengedni, sem teljesen benyomni, hanem csak egy picit kell előre nyomni az analókart ahhoz, hogy előre tudjak menni. És most már sikerülni fog végre. Arra a rohadt... Nem 600 km-re a célponttól értem. Rohadt parkolóházra landoljak. Parkourház? Parkourház. Kórház. Parkourház vágen. Parkourház. Parkész. A kecském kórház. Kecském. Kecském. Parkész. Hopp. Mégse sikerült. De ugye itt valaki. I'm Batman. Majdnem sikerült. Olyan volt a fejem, mint hogyha Batman lett volna. I'm Bearman. Inkább olyan, mintha belett volna törve. Az is lehet. Arra nem gondoltam.
Nem volt gúnál, most az, hogy három és utána egyből már ugrott. Betörmed. Betör. Nem volt ugó? Nekem úgy, annyi volt, hogy három és utána egyből már ugrott. Nem váltott végeletlenül felbontást a YouTube? Mert akkor szokott ugrás lenni. Várjál. Nem. És van, lehet, hogy most váltott át 240p-ről 144p-re, nem? Tényleg már szarabb a minőség, esküszöm, hogy ez volt. Mondom neked. De rossz. Nem, de nem mondod, hogy 2,5 óra után jött rá a YouTube, hogy én mibe akarom nézni. De. Igen, hát most váltott át, mert máshogy írja ki most már. Rosszabbul olvasom azt, hogy... És ezért mondom, hogy ne nézd 144p-be, mert úgy szinte nézhetetlen. És ezek szerint végig 240p-be nézted. És valószínűleg egy 144p-be... És lehet, hogy azért maradtál le mindig, mert azon dolgozott a YouTube, hogy átkapcsolja neked 144p-be, és az annyi energiát felemészted, hogy mindig belassult a videó. És 2,5 óra kellett, hogy átváltsa a minőség. 2,5 óra. Nem. Nekem is ez, hogy nem tud váltani, ezért kell izé... Mielőtt elindítanám, frissíteni, és mielőtt elindítanám, már azelőtt le kell izé pauzálni, és akkor átváltani. De az eskedék az most nem forgol. Go. Nekem se forog. Egyébként Szimlán nekem meg... Fel. Én meg most ezt a HTML5-ös lejátszót használom, és... Hogyha normális géped van, akkor érdemes azt használni, mert... Egyedül 360p van, és ezen... Egyedül 360p van, és nem nagyon vált sebességet, tehát... Vagyis, bocsánat, felbontást, tehát nem gáz. Ops. Mi a fasz? Tehát nekem most... Ez a HTML5-ös, ez stabilan működik már 2,5 órája. 360p-ben. Nincs is más felbontás. Nekem pedig ennyi úgy tehát, hogy átváltsa egy sokkal szarabb minőséget. Talán most már nem fogsz lemaradni. Már úgy sincsen sok hátra, most már nem érdemes váltogatni. Ugye most már addig hátra 5 perc, addig még legalább addig jó. Ja, mondjuk, hogyha... De ezt eleve nem értem, még bele is tekertél a videóba. És hogyha beletekelsz, akkor elméletileg át kellene, hogy váltson, de nem váltott el. De nekem nem az, hogy nem szokott átváltani, hanem nem tudja betölteni, ha beletekerek. Ugye olyan is szokott lenni egyébként, kifogy az egész is történetben az oldalt. De szóval. De esküszöm, hogy most látod, mert az egyszerűen is látom, hogy sokkal rosszabb néz már ki. Sokkal elmosultabb az egész. Fuck, nem hiszem el, ennyi idej fuck. Ez egy új rekord, tehát hogy 2,5 órán át gondolkozott a YouTube azt, hogy hogyan váltson át 144p-be. De az is lehet, hogy... Fogyaték. Nem, egyébként az is lehet, hogy... Hogy egyszerűen csak nem tud, úgy gondolod, hogy hát nem tudom tovább lejátszani 240p-ben, 144p. Tehát lehet, hogy köze sincs a váltáshoz, tehát lehet, hogy még mindig nem tudná átváltani neked 144p-re. Csak most elromlott a 240p, és hopp, leváltok akkor 144p-re. Igen, mert ez rendszeresen csinál. Az olyan, hogy csak a 240p-re, amit mindig kiszürkít nálam, az eddig nem hagyja. De most nem szürke, most egyszerűen most dolgozta fel, hogy én átváltottam. Baszki, én pár napja nem tudok videót nézni, mert egyszerűen elindul mondjuk 480p-be, és pár másodperc után leveszi 144-be, de még azt írja ki, hogy 480. Igen, ezért meg kell 720p-be nézni, vagy 1080p-be. Még a fogaskerék szokott így mozogni régen, amikor meg így ezért kell HD-ban nézni. De nekem HD-ban is ugyanez. Ja. Nekem meg úgy nem indul el. Ja, egyébként az előbb az volt, hogy kipróbáltam, hogy mi van, hogy becsapódott. Semmi. Meghalok. Nem gondoltam volna. Ugye ez a videó miért csak 360p-ben elérhető? A szegényednek HD-ban kell. Micsoda? Azért, mert 2 óra 40 perc egy kibaszott videót ne rakjam fel HD-ba. De miért nem? Azért, mert örülök, hogy így is feltöltöttem, bazd meg 1000 év alatt ezt a videót. 360p-ben és 2 megabites bitrátával. Így is eléggé sokáig tartott, mire felraktam. Hogyha HD-be rakom fel, akkor még holnap se tudnánk videózni belőle. Ez a legjobb benne, hogy felsegesztett volna fel, aki azért, hogy egyszer megnézzük, és utána kész. Hát, na, ez az. De ez egy vicces tele gondolva, hogy csak ezért felrakni HD-be. Direkt még 4K-ba fogom felrakni, nem? Azt mondom, hogy legyen már 72. Meg eleve neked nem tök mindegy, te úgyis 360p-be se nézed, hanem 240p-be, meg 144p-be. Most igazából 2p-be szoktam, csak a 144p-t azért használom, mert most hívásban. Így biztos vagy használom. Igazából az is azt hittem, hogy azt használom, de nem azt használtam. Tehát végig azt hitted, hogy biztosra mész, közben nem mentél biztosra. Egyébként nem, nagyon nem. Könnyen észrevehető a 144p és a 240p között a különbség, mivel a 144p az csak 15 fps lehet maximum.
a 240p pedig akármennyi. Hát akár 60 FPS is lehet, hogyha úgy van megcsinálva. Nekem az a különbség közöttük nálam, hogy így nem tudom elolvasni már. Hát mert most elkezdett szaggatni egy kicsit, nem? Olyan darabosabb. Hát nagyjából normális. Mivel 15 FPS-ben megy elméletileg. De azért, hogy hát nem olyan, mint eddig volt. Két és órán keresztül. Hű, nem is 72, de 36p-t akarok. 1p. Kibasz egy négyzetet, és akkor ilyen színek váltakoznak. Tök jó lenne. Sőt, mínusz 240p. Így visszafelé játszani erre a videót. Bum. Az úgy gyönyörű volt. Zsori. Aztán azt elárulom, hogy ezt a kört már nem fogjuk tudni végignézni, mert eközben volt az, hogy lefogyott a gépem. Nyilván ez miatt volt. Így van. Go! Go! Feri, meg főleg ne ugassál, mert hogyha az eleje óta itt lettél volna, akkor leszarom. De bazd, még mindig nem szerepeltél sem egyit. Még mindig nulladik, még mindig csak a nulladik szereplésed van, Feri. Igen, azért ne ugassál, fogd be a pofát, kuss. És még úgy is elkerült, hogyha fölvettünk volna már egy csomó ezen kívül, de nem. Igen, tehát rohadj meg, Feri, hogy mi az, hogy... És még mindig nincs saját szobád. Szar. A hétvégére lehet. Jó, oké. Meglátjuk. De hogyha hétvégére lesz, akkor a következő részben már benne kéne legyél. De nem vagy. Nem vagy, nem vagy. Igen, ez a fura, hogy a következő részben nem vagyok benne. Paradox. És ezt tudjuk is, hogy nem Parakox. Vagyok benne. Kak. Szarcskos. Hát ilyet nem kell mondani, mert úgy megtavarjuk az amúgy is fogytékos nézőket. Igen, amúgy lehet, hogy... Hogy csináltatok, hogy előre felvettétek azt, hogy később felvettétek, hogy előre felvettétek? Lehet, hogy sokaknak ki fog akadni az agya. Lehet, hogy legalább felrobban néha nézőnknek a feje. Beglitse. Szerintem van a néző, aki azt hiszi, hogy mi ezt úgy veszik, hogy elmenjünk valamelyik lakására, és ott együtt videózik. Vagy azt hiszik, hogy élőben megy fel a YouTube-ra, tehát hogy azt mi látjuk videó közben, hogy ők mit írnak. Annyira hülyék. Ennyire szarok a kommentelő videó. Fogyatékosnak. Mondom ezt úgy, hogy kommentelek mindjárt ez alá a videóval. Na jó, már csak egy percet kell kibírnom a Star Wars-nak a WC-re. Nem egy percet, hanem még egy perc, öt másodpercet. Nagyon nem, mert tele vagy maradva már megint. De rossz nem neked. Te szar. Te szar, te nekem meg már csak egy percet kell kibírjak és kussolhatok. Nem kell többet beszélned és nem erőlteted tovább. Igen, nagyon fogok neki örülni, mert amúgy már kínszenvedés beszélnem. Igen, ezt valahogy érzem is egy. Hallod, a videó elején még aránylag volt hangom, most meg már semmi. Viszont meg meghalsz mindjárt. Igen. Fáj a kecskén. Annyi energiámba kerül beszélni, hogy nem tudnék felállni innen. Nem tudna felállni. Nem is kell azt felállni, hogy felállni. Szél. Végre, geci. Még van 10 másodperc. Kuss. Akkor lesz még, amikor én mondtam. 3.